Jó estét kívánok a Vásárhelyi Televízió nézőinek, a híradót látják. Épül a tramtrain villamos vonat Hódmezővásárhelyen. A beruházásról egy videót tett közzé Lázár János a Facebook oldalán. A felvételeken madártávlatból lehet nyomon követni az éppen folyó átalakításokat. A térség országgyűlési képviselője szerint a tramtrain beruházásának köszönhetően jelentősen javul majd az életminőség, jó hatással lesz a környezetre, és mindenki számára egy rendkívül optimális közlekedési lehetőség adódik. Valószínűleg elsősorban a fiatalok veszik majd igénybe ezt a szolgáltatást, az egyetemekre való bejárás, valamint a kulturális és szórakoztató rendezvények is könnyebben elérhetőek lesznek. A kerékpárok szállítása szintén nem okoz majd nehézséget az erre kialakított helyeken. Lázár János erről egy korábbi sajtótájékoztató nyilatkozott stábunknak. Ha a szegedi szolgáltatások közel kerülnek a hódmezővásárhelyekhez, akkor még inkább érdemes itt élni Hódmezővásárhelyen, nem kell elhagyni ezt a várost és nem kell elhagyni ezt a közösséget, nem kell elköltözni innen. Engem az motivált és az inspirált ennek a beruházásnak a kezdeményezésére, hogyha Hódmezővásárhely polgárai könnyen bejutnak Szegedre, az egyetemre, középiskolába, orvoshoz, a szolgáltatásokat igénybe venni, vagy szórakozni, vagy netán színházba, ha ez egy megoldható dologgá válik, és nem okoz aránytalan terhet és problémát, akkor lehet, hogy még szívesebben maradnak itt Hódmezővásárhelyen. A politikus hangsúlyozta, akárcsak az országban az összes tömegközlekedési lehetőség esetében, a tramtrain vonalán is az összes kedvezményt igénybe lehet majd venni, így lesznek nyugdíjas és diákjegyek is. Olcsóbb és gyorsabb megoldás lehetőségét nyújtja az autókkal való közlekedők számára is, mivel a benzin áránál kevesebbe fog kerülni, és a parkolásért sem kell fizetni. Hódmezővásárhelyen 5 megálló épül majd, így a város tömegközlekedését is nagyban segíti a fejlesztés, de a legfontosabb, hogy Szeged belvárosa fél óra alatt elérhető lesz. Magyar-román határon átnyúló katasztrófavédelmi együttműködést írt alá Földák és Valkány. Az uniós program keretében mindkét település számára egy-egy közel 50 millió forintos tűzoltóautó beszerzésére és átfogó katasztrófavédelmi program kialakítására nyílik lehetőség. A teljes projekt összesen 140 millió forint támogatáshoz juttatja a feleket. Most még csak egy 30 éves IFA tűzoltóautóval rendelkezik Földák, de őszre egy modern, minden igényt kielégítő, korszerű jármű is bent áll majd a település tűzoltóságának garázsában. Ezt egy határon átnyúló katasztrófavédelmi együttműködés teszi majd lehetővé, amelyhez Földák és a romániai Valkány pályázott uniós forrásokra. A megállapodást ma szentesítették ünnepélyes keretek között a két ország partner települései Földákon. A programban Magyarországról további 7 szomszédos társtelepülés is részt vesz. Ennek keretében egy határon átnyúló katasztrófavédelmi együttműködési és megelőző program létrehozása, önkéntesek képzése valósul meg, amelyhez több kisebb és nagyobb technikai fejlesztés is társul. A társszervek megkötik a szerződést, és ha valami olyan havária helyzet van, katasztrófa helyzet van, akkor ezek az egységek kölcsönösen bevethetőek egy más település javára. A két partner település között egyébként nagyságrendileg 100 km távolság van. Az együttműködés jónak mondható és rengeteg hozadékkal bír mindkét fél szerint. Valkány vezetőség elismeréssel beszél a megyében is kimagaslónak számító 120 éve fennálló Földeáki Tűzoltó Egyesület munkájáról. A romániai település alpolgármestere Gula Adina úgy véli, a szakmai együttműködés kimondottan előremutató lehet települése számára, amely ilyen téren hátrányban van. Ráadásul az uniós színvonalú technikai fejlesztések, szivattyúk beszerzése és maga a tűzoltóautó komoly biztonságot és előrelépést jelent majd a román térség számára is. Mint kiderült, a program előkészítése javában tart. Szeptember-október végén megérkeznek a tűzoltóautók és a katasztrófavédelmi képzések is befejeződnek. Az 5%-os önerő megfinanszírozásában a magyar kormány nyújt segítséget Földeáknak. Idén 70 éves az Országos Mentőszolgálat. Ebből az alkalomból nyílt napot szervezett a Vásárhelyi Mentőállomás is, amelyel egy országos kezdeményezéshez csatlakozott.
A nyílt napra nem csak a lakosságot, hanem a különböző korosztályú óvodai iskolai csoportokat is várták a szervezők, összesen mintegy 400 érdeklődőt. Hátra hagyom a fejét, és ez az úgynevezett hármas érzékelés. Látom, hallom, illetve érzem, hogy van egy érzése. Ezt 10 másodpercig fogom végezni. A diákok a segítők útmutatásai alapján gyakorolhatták a hétköznapi rosszullétek, például eszméletlen, epilepsziás, égési sérült betegek fektetését, ellátását, vagy a különféle kötözéseket. Megtekinthetik a mentőgépkocsikat, illetve betekintést nyerhetnek a mentőautón belül a korszerű mentéstechnikai eszközök, illetve diagnosztikus vagy terápiás eszközök megismerésére, illetve lehetőség van ingyenes vérnyomás, vércukormérésre, vérszaturáció mérésre, és ami nagyon fontos, hogy különböző helyszíneket alakítottunk ki, ahol újraélesztési bemutatón vehetnek részt, megtekinthetik, illetve az alapszintű újraélesztést gyakorolhatják a résztvevők. A rendezvény legfontosabb célja azonban a laikus életmentés jelentőségének megismertetése volt, hogy baj esetén minél hamarabb kezdjék meg a jelenlévők az újraélesztést, mert a mentők kiérkezéséig csak így biztosíthatók a beteg élet esélyei. 3 éve erre készülök, erre a pályára, mentőorvos szeretnék lenni elsősorban, úgyhogy minden ilyen lehetőséget, rendezvényt keresek, amiben csak részt tudok venni és segíteni. Az a célom majd a későbbiek folyamán, a jövőmet illetően ugye, hogy minél több emberi életet menthessek én is, és hogy segíthessek, akin csak tudok, vagy amiben csak tudok. A Hódmezővásárhelyi mentőállomáson 31-en dolgoznak. Gépkocsi vezetők, mentőápolók és mentőtisztek, illetve mentőorvosok is, akik évente mintegy 5000 riasztásra érkeznek ki a környéken. 4 mentőautójuk közül 2 24 órában, 2 pedig csak nappal robog a sérültekhez. Folytatódott a helyi Rotary tündérkert programja. A sajátos nevelési igényű gyerekeket a jótékonysági szervezet ezúttal 2 fedett kiülővel támogatta. A Hódmezővásárhelyi Rotary Klub a sérült gyermekek támogatását, fejlesztő foglalkozásaik segítését tűzte ki célul. Szakemberekkel és az érintett intézmények vezetőivel egyeztetve született meg a tündérkert projekt gondolata. Ennek eddig 2 állomása volt, mely során először a Kozmuca Flóra általános iskolai szakiskola udvarfejlesztése valósult meg. A gyermekotthon akkor kerti padokkal, asztalokkal gazdagodott, és egy műfüves területet is kialakítottak a szabadalmi játék érdekében. Ma pedig a kollégium udvarára helyeztek ki új kerti kiülőket, amelyre már jó ideje nagy igény mutatkozott. A tündérkert programot ezt támogatta a Magyarországi Rotary Szövetség is, a Vásárhelyi Rotary Klub, a Vásárhelyi Rotary Alapítvány, és volt egy amerikai klubunk is, aki támogatta 1000 dollárra. Tehát összesen azért 1.200.000 forintot elköltöttünk erre, és ennek büszke vagyok rá, hogy ennyit el tudtunk költeni, tehát ennyi pénzünk összejött már rá. A bentlakásos kollégiumban közel 40 gyermek használhatja az új fa eszközöket, de a rotaristák elmondásuk szerint újabb meglepetéseken törik a fejüket. A Szegedi Tudományegyetem mezőgazdasági karáról is elballagtak a végzős diákok, akik a hagyományok szerint bállal koronázták meg a sárgulási ünnepség sorozatot a Feketesasban. A Szegedi Tudományegyetem mezőgazdasági karának búcsúztatóját a II. Világháború óta sárgulásnak nevezik, amely azt szimbolizálja, hogy akárcsak a gabona, a végzős diákok is megértek, késztek a munkára. Az ünnepség sorozat még pénteken a Városházán kezdődött, majd lovas felvonulással folytatódott, a nap pedig hagyományosan bállal zárult a Feketesasban. A sárgulási bál egy hagyományos, tulajdonképpen kulturális programeleme ennek a rendezvény sorozatnak, záró eseménye. A sárgulási bál az mindig egy ünnepélyes nyitótánccal kezdődik, ahol a végzős hallgatók báli ruhában valamilyen szép, elegáns táncot betanult koreográfia alapján adnak elő. Idén latin ritmusokra lejtettek a végzős hallgatók, akik ezzel az estével a mezőgazdasági karon töltött 3 évet zárták le. Több mint 80 végzős hallgatónk van, aki most sárgult. Ők közöttük vannak olyanok, akik mérnöki szakon végeznek, illetve fognak végezni, mezőgazdasági mérnöki szakon, vadgazdamérnöki szakon, illetve felsőoktatási szakképzési szakokon, akik tehát mérnökasszisztensi oklevelet fognak kapni.
Ő előttük természetesen még azért néhány megpróbáltatás, néhány feladat áll, addig, hogy a diplomájukat, oklevelüket majd a kezükbe vegyék. A diákoknak még teljesíteniük kell a vizsgaidőszakot, a nyári szakmai gyakorlatot, melyet a szakdolgozat megvédése követ. 2018 új helyzetet teremtett az itt tanulók számára, hiszen a búcsú nem biztos, hogy mindenki számára végleges. Az alapszak elvégzése után lehetőség van vidékfejlesztési agrármérnöki mesterképzésre is a mezőgazdasági karon. Egy holland világversenyen szerzett 9. helyezést Fejes Imre kutya kiképző és 5 éves holland juhásza. Trénere büszke kutyája teljesítményére. A közös munka folytatódik, hiszen nyár közepén egy újabb megmérettetésen bizonyíthatnak. Tréningezik Fejes Imre és Ninji, a holland juhász. Kiképző és kutyája a kezdetek óta, azaz 5 éve dolgoznak együtt. A következetes munka sorra hozza az eredményeket, hiszen az összeszokott páros számos versenyen remekelt már. Legutóbb egy holland világbajnokságon szerepeltek, ahol az első kategóriában mérettették meg magukat. Olyan kategória, ahol engedelmes és őrzővédő vegyesen van igazából, tehát egy fél órában meg kell tudni mutatni a kutyának, hogy mit tud, mindenkinek ugyanazt kell megmutatnia igazából, ugyanazon a pályán, ugyanazokkal a feltételekkel, és minden verseny más témával rendelkezik, most a farm volt a téma. A pályát felállított juhokkal, istállóval, szélmalommal és tulipánnal is nehezítették, hogy a holland sajátosságok is helyet kapjanak. A terepet előre csak a kiképzők járhatták be, a kutyák számára teljesen ismeretlen volt. Ninji mégis könnyen vette az engedelmességi tesztet, az ugrásokat és az őrző-védő feladatokat. Hiába azonban az alapos kiképzés és a jó mentális állapot, az idomításhoz használt síp eltörött. Az újnak pedig más volt a hangja, ezért 17-ből végül a középmezőnyben a 9. helyen végeztek a vásárhelyiek. Fejes Imre mégis rendkívül elégedett kutyája teljesítményével. Ha minden kapol, akkor mi dobogón végzünk. Úgyhogy, illetve, tehát azért azt el kell, hogy mondjam, hogy egy világszintű versenyen, vagy egy világbajnokságon egy sikeres vizsgát még így is tett a kutyám, tehát hogy annak ellenére, hogy eltörtem a sípot, tehát ez egy, mint pontszámilag, ez egy sikeres vizsgának minősül. A munka most nyáron sem ér véget, sőt a tikkasztó melegben is folytatódnak a mindennapos edzések, hiszen Ninji július végén egy román versenyen bizonyíthat újra. Május 30-ára a tájfutás világnapjára esik a Csongrád megyei tájfutószerdák 9. fordulója is. A két esemény kapcsán hirdett tájfutó programot a Hód Mentor SE, a Hottói Sportcentrum melletti fűves területre. A rendezvényre 100 résztvevőt várnak a szervezők. Május 30-án van a tájfutás világnapja, amelyet harmadik alkalommal hirdett meg a Magyar Tájfutó Szövetség. Idén a Hód Mentor SE is csatlakozott a programhoz. Május 30-án szerda délután 16 órától este 19:30-ig változatos programokkal várnak minden érdeklődőt a Hódtóban. Az ingyenes eseményre nem kell előzetesen regisztrálni. A tájfutás lényege az, hogy térkép és tájoló segítségével kell a versenyzőknek ellenőrző pontokat keresniük. Ennek több formáját lehet majd itt kipróbálni jövő héten a világnapon. Lesznek normál pályák, lesz pontbegyűjtő, ami azt jelenti, hogy különböző pontértékű ellenőrző pontok vannak, egy időkeret, és ez alapján kell a versenyzőnek eldönteni, hogy melyik pontokat részesíti előnyben, melyik pontokat keresi meg. A Hottói Sportcentrum mellett lesz a versenyközpont, az itt található füves terület könnyű terep, mondja a főszervező, amelyhez egy egyszerű térképet kapnak a résztvevők, illetve egy időmérő csippet is. A rendezvény célja a tájfutás népszerűsítése. A Hód Mentor SE új elnöksége egy 3 éves programot hirdetett, aminek keretében szeretnénk a tájfutást népszerűsíteni, illetve a taglétszámunkat növelni. Ennek egyik eleme ez, hogy csatlakozunk a rendezvényhez, illetve jövő héten, tehát hétfőtől szerdáig a világnap előtt a Németh László gimnáziumban a 3.-6. osztályos tanulóknak fogunk népszerűsítő órákat tartani.
9-10 éves korban alakul ki a tájékozódási készség, innentől kezdve felső korhatár nélkül bárki csatlakozhat az egyesülethez. A Hód mentorese jelenleg 35 taggal rendelkezik, ezt szeretné megduplázni az elnökség. Ennek érdekében minden szerdán nyílt edzéseket is tartanak majd a legváltozatosabb helyszíneken. Az első nyílt edzés időpontját és helyét a világnapi tájfutó programon hirdetik ki a szervezők. Ez volt a Vásárhelyi Televízió híradója. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra! Szerdára virradó éjszaka felhős lesz az ég. A hőmérséklet 14 fok közelébe csökken. Holnap erőteljes gomoly felhőképződés várható, de térségünkben csak kis valószínűséggel alakulhat ki zápor eső, zivatar. Kora délutánra 26 Celsius fok közelébe emelkedik a hőmérséklet.